Mit kapott? Elektrosok. Kapod. Mi nem Ott írtam egyébként egy nagy jó, jó. Nem bírom. Ezt nem bírom, szóval... Na, akkor felolvastám a hírt, amíg magadhoz tépsz. Most akkor hogy van, Erik, hogy azt mondtad, hogy, azt mondtam, hogy, én, azt mondtad, hogy én köszönjek be és akkor, utána akkor megkérdezem tőle, Na, Gábor, <laughs> múlt vasárnap délután 6 óra volt a, hányan néztek meg minket? Most csütörtökön dél körül van. Igen? Új, Na teszem, Gábor, de? hányan? Na, erik ebben nem készültem fel, de valami 60 valahány ezeren, de a múlt heti az 102 ezernél. Ezúttal gratulálok. 102 fölött van. És de ami és fontos, azt puszt... kell mondanom, hogy tessék feliratkozni, mondjam? Igen, igen, igen. Hogy állunk a feliratkozásokkal, Gábor? Na de ezt nem tudod úgy, mint hogyha egy normális hangsúly lenne, tehát mint hogyha színész lenne. Hogy állunk a feliratkozásokkal? Ez jó, csak egy kicsit ilyen, ilyen, flagmában, ahogy szoktad. Hogy így. állunk? Egy <laughs> kicsit -e? Azt sem tudom, hogy miről van szó. Ez Mi az a feliratkozás? hogy 27 szóval feliratkoztak, hogy értesítik őket, amikor valami új hülyeséget beszélsz ezen a csatornán, Igen. akkor ők meglátják. De hogyha értelmes ember beszél, azt is meglátják, és ez a fontos. Értem. És ezek erősítik egymást. Van még ez kellene? Abszolút azt kell tudni, hogy most ugye vasárnap van, most múlt 18 óra, amikor kezdődik. Ez olyan szép, azt mondta a hogy a szinergia van a. Nem tudom, hogy, hogy, hogy értsd. Ne, valahogy én értem, csak vannak nézőink, tudod, akik nem értik. De ezt a, hogy a szinergiát magyarul? Kölcsönös előny? Kölcsönös né? hatás. Igen, hát az, és ez úgy jobb. Na, hát, nem, egyébként is de nem biztos, hogy kölcsönös. Az egymás mellett élés is olyasmi, nem? ahol nincs kölcsönhatás. Na, szerintem el, Hogy egy ide. elhidegült, ki lehet egy elhidegült házasság például. Színek. A... Milyen gyorsan eljutottunk. Tehát az a lényeg. magyar Péterig mi? Eljutottunk az elhidegült ja, házasság. Ja, volt tüntetni a, Gábor. Én voltam tüntetni, de... de olyan most... szarul vagy állandóan, és akkor te tüntetni. Most mondom a közlemény. Jövő héttől pénteken 18 órakor jelentkezik a Full HD, a ország legintelligensebb és leghülyébb emberével. Ez a, ez a lényeg. Az intelligens, az nem rossz, de tudnék még, még egyebeket mellé Olyan, Te miket mondasz magadra? Volt pofát, kirakni egy képet magadról, amint állsz a repülőtéren, amiről közben kiderült, hogy már magánterület, tehát egy magánterületen mentél. E hat, hat táblán hat keresztül. Hat táblán, hat behajtam. És kéred el, egy ilyen rózsaszín autóval jöttek a biztonságjavák. Rózsaszín autóval. Hát én azt hittem, hogy lakottam lesz, mi a jó is. És akkor kiálltál, és kitettél magadról egy olyan fotót, amelyiken olyan snájdig vagy, mintha te lennél a Tom Cruise a, Igen, van, a volt, De ott ott tudod, ott ok, ámban, a, képnek nem? mi volt a hibája? Hát az, hogy hátulról támasztottak hárman, nem? Nagyon szép egyenesen de ne, hát ne vizszel, Nem, hát nem, tudsz úgy állni. Hát te voltak -e katona? Henrik, én voltam katona, ezt megbeszéltük, hogy én szakaszvezető vagyok, te csak honvéd, de most vehetsz magadnak ránt. Elmondta a Peti az unokám, Lehetsz hogy nagypapa, ennél lejjebb már csak a hali fogai. <laughs> én a voltam többször is. Igen. Na, Henrik, de vehetsz kérlek, magadnak ezen a, képen, Szolai, ezen a képen így tisztelektem. Ahányszor amerikai filmeket látok, és Megüt a hogy nincs meg, vagyok, sapka. sapka. nélkül tisztelegnek. Hát igen. ilyen a világon nincs, de ennél nagyobb baj van, valaki kiszúrt, hogy így áll a hüvelykúlya. Vagy? A hüvelykúlya így áll. Itt, igen? Így. Szóval hát hiba, még áll a hiba, hiba. A még így áll. Te, Herik, a... Ed, ezek a szexista megezéseid megölt. De ne, ilyen fiát, nézzek, milyen göcsörtös. <laughs> Figyelj, de engem, ezt én is kiszúrtam, hogy mekkora bunkó sapka nélkül tiszteleg. Ah. Hát, de ez de, nem de, nem de az 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 minket. A kép alá, egyből odajöttem, hogy Jézus Mária, olyan vagyok, mint egy bunkó amerikai katona, vagy hogy egy? sapka nélkül egy hős hát, De Hát nem hős. volt nálam sapka. Hős. Egyébként de nem, nem volt ez sapkára. volt a legnagyobb hibád a múlt mi? héten egyébként a honvédségügyben. ügyben mi? Hát akkor a tévedéseid voltak. 85-ben volt a disszemle utoljára, tehát azt jól tudtad, a felszabadulás 40. évfordulóján. Na de nem repültek mi 23-asok akkor. Nem repültek. De. Hát Nekem egy, mondod, hogy ott voltam. Hát neked mondom, nem repültek. Jó, nem vitatkozom Na, milyen éjszere, nap van egy film, Milyen nap van neked. ma? Hát, várjál, átküldöm neked a filmet, nem, nem repültek. Milyen nem nap, nap, nem érdekel, a, nap van ma? Tehát nem repültek, mert betiltották de, a típusú... Azt tudják igazolt. a nézők, nem tudják, hogy miről van szó, te szerencsétlen. Arról, arról beszélt a múltkor a Havas, hogy e, ott volt a diszemlék, most az egész köretet nem mondjuk el, hogy milyen jó fej volt a fiad, mert ő jó pofa volt. Tehát egy jó pofa gyerekszáj történetet mesélt, de volt benne egy tévedés, hogy azt mondta, hogy nem repültek a Mikuszonármasok, és nem repültek, mert valóban lezuant egy Mikuszonármas. Megvan, határában. hogy hogy hívják Te azt. De még a azt is hogy nem vecsés határában. Hát csak jobban tudom, hogy vecsés határában esett le az a Mikuszonármas, mert rosszul képezték, vagy nem fejezték be a magyar pilóták kiképzését. Ezért szovjet pilóták vezették a a, 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 a 40. képfordulónak a diszemlén a magyar felségelő repülőket, mert hogy nem fejezték be a magyar piloták kiképzését. Akkor egy, mondom, hogy mit írt egy kérdés hallgatónk, érdek. azt mondja. Szia! 85. április 4-én Budapesten az utolsó katonai diszemlén nem volt mi 23-as harcigép bemutató, ugyanis az előtte március 10-én csömör mellett lezuhant gép miatt Édes típusra repülési hát erről beszéltem, el, erről beszélt. amit csak 6 hónappal később oldottak. De fel, nem, nem érted, hogy, hogy a, a magyar pilóták, ez, 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 az ember. hibája. A törzskeret a nem megfelelő nem kezelés miatt, Ez szó? Nem ezzel a gép elvesztette a stabilitását, mire Störk József százados sikeresen katapultált. Katapultál. A megmaradt 11 darab Magyarországi 23 MF-típusokon is felfedezték a típushibát, és a Varsói szerződésben hat hatrende állt az összes gép repülési de tilalmat könyövök, miért de... olvasod ezt Hát mert fel. Ezek, a, ezek a tények, hát aki elrészletes elejére, csak jobban tudja. Nem tudja jobban, mert ott voltam és láttam azokat a gépeket. Jó, ezt és Amai azt is tudtam, és mózikám, a, gyerek, a mózikám, arról mózikám, szólt, hogy a Peti elmesélte ott a tábornokoknak, hogy lezont vecsés mellett a gép, a gép, katapultált a magyar pilóta, de ezeket a gépeket most szovjet pilóták vezetik kész. És nem volt. Na, milyen napon ma? Április 11-e Április 11-e, a napja? Holnap lesz a magyar költészet nem? napja. Nem, a születésnapja is ma van. Ma van, a ma, van a magyar, születésnapja. ma van a költészet napja, és volt a az születésnapja. Nem? nem, ma van. Április 11-e. Hát Nézd már. Nem 12. Á, te büdös bunkó. Április 11-e van a költészet akkor a napja. A Péternek is most van a születésnapja. A, na, most, na jó, hagyjuk. <laughs> Meg a kis Két dolgot szeretnék. Do... Dolgot... Dolgot... is, nem? Két dolgot szeretnék megegyezni az egyik, Márainak hogy érettségi előtt, előtt, érettségi előtt a köztársaság környéken három, két osztálytársa tehát hárman voltunk, tüdőszűrésen vettünk részt, és akkor elmentünk az Erkel színház mellett, kiderült, hogy költészetnapi Vetérkedő van fiúknak, Buda, a lányok Budán, És ott kellett verset írni. A többiek odalögdöstek, de mindegy, megnyertem ezt az egész versenyt, Devecseri Gábor veregette a vállamat. Mi a vicc? Megnyertem a fődíjat, megnyertem a fiúk külön díját, a lányok külön díját. Hát Egy rokkás díjat nyerte. Képzeld el, Coda, nem, mondom nem mondom a nevét, nem mondom a nevét. Egy nagyon neves rádiós aláíratta velem a papírt, hogy mindent átvettem, az összes díjat, majd elküldik. Na azóta se küldik el. És képzeld el, ez el, el, ellopta. Hát egyszer ellopta. A, hát a a, 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 diák, a tőlem a diáktól ellopta a, a nyereményeimet. Hát hát. És mondanom. később, amikor már újságíró voltam, és tudom, már hány év eltelt, ott ültünk az Interpress üdülő teraszán, ott ült ez a csávó is, és én csak úgy elmeséltem, hogy képzeljétek el, annak idején mennyi mindent nyertem a költészatnobi versenyen, és egy mocsok gazember, és itt volt a a, 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 a a És ő lopta el. Aha. a másik elmondod, a adás után elmondod, hogy ki volt, jó? Jó, a Müller. <laughs> Nem érdekes, csak vicce, ez Nem jutott eszembe. Tudom, a gestapo filmek volt a tavasz 17 Rónyan, pillanatában. Jó. Jó. A másik pedig, Márai ami, a, a, másik, ami, a, másik, ami Nem a, másik, ami érdekes, bekapcsoltam reggel az atérét, és a költészet napja alkalmából tudod, hogy ki volt a vendég? Lutherimre. És mondom az Ágnes... Hát Lutherim egy értelmes fiú olyan szar verseket ír, Hihetlen. és a most az anyjához írt verset, hát az anyja helyébe kitagadnám Verséget, nem ezt ismerem. a kölköt. Ez borzasztó. Olyan hát. szarul ír, mint mondjuk a, hogy hívják, a, mondjad már a, 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 a zenész, az Ákos. Annak a novellás kötetén még kizokogtam, érted? Hát, hát ez hihetetlen. És a Luther kiderült, hogy egy osztályban, vagy egy gimnáziumban játszott az Ági, valatit kórusban énekelt, de volt, aki nála jobban énekelt. Miért nem énekel ez a Luther? Könyörkök, énekel. Én, 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 a verseit nem ismerem, de... Ne, le... ne, jó, jó, Ezúton gratulálok, hogy kihagytad az életedből, borzalmas. 1900-ban született Márai Sándor április 11-én, és Hajdu Péter is április 10-én, és az én kis. És mekkora különbség van a kettő között? Atya, úristen, hát ha tudnék igen. Igen. Hát A tudnék zongorázni a különbséget, akkor... Fú, akkor nem műsor csinál. Akkor ronni lennék. Na, figyelj, Henrik, zongorázni Na. nem tudsz? Nem. Végre valami. Semmi sem ilyen zene, zene. Tudod, hogy mit sajnálok nagyon? Hogy nem énekeltem kórusban. <laughs> hát azt mi is. <laughs> azt azért, hogy... Nem tudom, hogy mit lehet röhögni. Pontosan Hülye. Hát hülye? Figyelj, tudod, mi az emberiség csúcs teljesítménye? Nem, Nem én találtam ki. Mesterséges intelligencia De. kiszámolta, hogy Beethoven örömódája az a 9. szimfoniának hányadik tétele. Tudom, a negyedik tétele kinek a szövegére írta? Schiller szövegére írta, és az örömóda és az Európai Unió himnusza, és, és ez, mindig arról álmodtam, hogy egyszer egyszer én énekelhetném az öröm oldalán. Egyébként ez volt az első, első Beethoven hírem. mű, amiben emberi hang megszólalt, az öröm olda. De van egy jó hírem egyébként, Igen? bármikor elénekelheted, tehát most már olyanokat tudnak hangtechnikában, és ezt nem biztosan mondom nem. komolyan, olyanokat tudnak hangtechnikában, hogy Csak felveszik... A nem. Csak Fel, felveszik a hangod, kiavítják, Igen? tehát a ritmust kiavítják, felhúzzák, letolják, és megsokszorozzák. Nekem csináltak egy operaénekesre egy asszonykórust úgy, hogy én énekeltem egy aracki számot, képzeld el. Az ah, Tök hamisan, rossz belépése, mindent helyre rakott a bolba, Tomi. Egy nagyon teljességes zenész. Egyébként, ha, a... ha már itt Hajdú Péter szóba hoztad. Isten éltesen, Péter, 49 éves. Isten éltesen. Uh, Zsűri tagoltam a Starban Starban, megszavazták, ez minden idők legjobb zsűrűje volt, a, Bereckivel, meg a, meg a, 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 a mindegy, hogy hívják az a, a kis gyereket? Ózról. Az kis repelő gyerek a Majka. A Majka. Majka a, az két gyerek. oldalt ők ültek, és kézzel, akkor a sikerem volt, hogy meghívtak, hogy énekeljek. Nem mond. De. És mondtam, elnézést kérek, óriási pénzt ígértek, ha énekelek. Én mondom, nem. nekem se hangom, se hallásom, semmim sincs. Azt mondták, ettől még énekelhetek. Persze. De mondom, nem. Azt mondja, de hát, miért a Hajdú Péter is énekel, pedig neki sincs hangja, hogy Há de Hát is felénekelte egy dalt, a Michael Jackson mintájára. Szegy, azt a dalt, azt a, a dalt, ilyen nagy Na szét, és, és akkor az, azzal győzködtek, hogy a Hajdú Péter is énekelt, miközben se hangja, se hallása. Meg Lászlónak is de, volt mondom, de mondom, nincs az a pénz, hogy ilyen hülyét csináljak magamból. Ez nem mondhatok. A Hajdú Péter, És most ő lett, azóta lett. Hát itt minden héten. Én énekelek. Igen, igen, pontosan. Figyelj, Herik, elengeded a filed mellett ötször ezt a hírt, hogy most már lehetőség van arra, hogyha valaki sokat tesz a hazáért, vagy sok pénzt fizet, akkor kaphat Tiszteletbeli ezredesi rangot a hadsereg, nem meg alezredesít. És hogyha, hogyha elmondod minden héten, hogy a, 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 a nem a novákat, a az 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 net, igen, de ő elvégzett valami bentlakásos egyhetestám tanfolyamot. Nem, ezzel muszáj rögnöm. Ez, ez De milyen ország ez, de ő De, jó, de, ország de, de ország akkor most ak váltsunk komolyra, mert ma váltsunk. még nem szorítottad fel a köztársasági elnököt lemondásra, pedig vannak megint új fejlemények. Na, mik az új fejlemények? Hát például te kaptál egy levelet. De egyébként az az új fejlemény, hogy állítólag beszédet akar mondani a holokauszt emléknapon, hát. és azért ez mégis izlistá. Mégis ez azért után. Pofog pofog kell. Kell. ez igen. Tehát a Magyar Nemzeti Szocialista Párt Fehérvármegyei elnöke a papa. Akit letagadott, és Aki, akit hős ítéltek, hős csinál, és persze. tíz évig tűvé utána a papa után. Ezt mondta ő, Te ezt az azt mondta az meg legyen. nekem igen. Miért kell egy idős embernek hülyeségeket beszélni és kitalálni. Miért? Ez olyan herik, mint amikor hazamegy a férj, és nem kéne hazudnia, de elkezd hazudni, és egyre jobban beleássa magát ebbe a mélységbe. Hát egyre rosszabb lesz, és egyre mélyebbre megy. Nem, nem kellett volna megszólalnia se, és az egyik hülyeséggel a, a másik a Te szúrtad ki, vagy az Ágnes, hogy az Ágnes. a parlamentben helyre? Micsoda? Azt én szúrtam ki, de nem ezt el. Hát hát ilyet az, a volt, az volt, hogy a Latócai volt a levezető elnök, és amikor valaki valamelyik ellenzéki képviselő, hanem a... volt Arató Gergely Arató Gergely, Arató Gergely. képviselő. Igen. Most ő szállt rá erre is egyébként ezt a holokausz emléknapot is az Arató Gergő, Gergely, hozta fel, és lehúzta a mikrofonját. Csak Éper Gergő, mert Dékás, haver? Okay, nekem, Gergő, nekem, vett... nekem a Feri is. A feri. Volt két hétig DK-s kétnyők. Hát ez ebben szartta. te, beszart, legalább, te nem tagadod le. Te azon szarsz be, de hogy a egy két hétig nem És az, le... hogy hat napig voltál egy mszp s kormánynak a, a, a milyen voltál? Kommunikációs, ügyek. és te... Kommunikációs, ügyekben illetékes. Igen. Nem politikai És, a, és az én DK-mon szarsz be. Címzetes hát, államtitkár volt. Hát nem nem a Hornak voltál az államtitkár a hat napig, és akkor az én DK-s tévedésemen ezt próbálom helyrehozni azóta is. Ez... -e, őszintén, neked nem olyan ez a Niedermüller, hogy elszegődsz mellé? Hát én, én öt kilométerről szagról megérzem, hogy ott valami nem stimmel annál a palinál. Hát jó, jó illata van. Nagyon jó illata van. Az illatával semmi baj nem hát, van. figyelj, hát ilyen alapon a Menczer Tamás lehet, lehet, hogy Szépnek, jó illata van, szép. Szép. De, az milyen de hülye? az, baz, az, milyen az hülye? ez milyen hülye. Hát, hát nekem a is ez eszembe, de nekem is ez a baz meg jutott eszembe, ez a, hogy a Bödöcs mondja, hogy hányféle magyar baz meg van, ez a hát meg, ez, ez, <laughs> ez a, ez a, a hogy a magyar Péternek női rében napszemeke van, na, az Ágnes Kutató otthon van, nem kell lóf, azt kell kutatni. Fejből tudta, hogy a réven oniszex szemüvegeket gyárt. Vagy Férfi is hozhatja, nő ja, is Az, uni, az uni, igen. <laughs> nem, nem probléma a melegeknek se. Az is nekik is jó. Tehát semmi baj nincs ezzel, de most ez a legnagyobb baj, tehát a Mencer Tamásnak... De a ezzel, nem ez a legnagyobb folyamatosan baj. folyamatosan nézed az ágit, hogy rövid, avicced, de azt nézed. Igen, igen. Ne, nem, igen. hanem hogy menzert... ne felejtsen el, hogy a Mencer Tamás az, aki megfeszítette magát. Sportriporter volt ez a fiú? Ezt azt, mondtad, volt? Állítólag azt, 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 mondták. Borzasztó. Láttam egy nyilatkozatát, talán a Telexnek nyilatkozott, vagy a 444-nek, Telexnek szerintem, és próbált olyan pózokat csinálni, amit úgy olyan. látott, hogy igen. Tehát ilyen testbeszédet próbált eladni. kidugta az óráját, hogy az látszik, hogy olyan neki drága hmm. órája van, tehát ez is rá, ez a, ez a slim fit zakó, hát egy, egy zöld nyakkendő volt rajta, de valahogy az se volt jól megkötve, az egész pel hülyeségeket beszélt, és elmondta például, hogy ezt a tarzol, remélem, hogy jól mondom, hogy Tarzoltán, Azért rukták ki az állásából, volt, refo volt református, igen, igen, aki beszélet mondott a, a magyar, magyar Péter, Péter évesen, igen. igen, azért rúgták ki, mert aki szidja a kormányt, az ne töltsön be állami tisztséget. Te, holott, a, holott a véleménynyilvánítás? Te is nem, a, nem hát nincs ez, ilyen. Te ez az ember ne, nem tudja, hogy Európában vagyunk. Szeret. Nem, nem. A hát Európában nincs. vagyunk. Hát ez nem a náci Németország Igen. vagy a bolsevik Szovjetunió egyébként, ha már itt tartunk. Hát azért valadunk. Ha valadunk. már itt tartunk, na ezt figyeld. Magyar nemzet. Most először hoztam újságot, de ezt nem ártam meg. Csak a címlapot nézte meg, nem volt többre ide. Ezt figyeld. Megszavazták Igen. a migrációs paktumot. Az Európai Parlament balliberális többsége mindenkire ráerőltetné Brüsszel akaratát. A balliberális többség mi van? A többsége probléma van. Ezeket mentzereltás. Ezeket megválasztották. Ezeket ezt a parlamenti képviselők. De ebben az a gáz egy kicsit a döntés. Ez, ez minden gáz. gáz, de az a gáz, hogy ez a vezető cikk címe a címlapon. Megszalaztak a migrációs paktumot. Meg mi az, hogy paktum? Figyelj, ezt találták most, ki hogy akkor most, vissza kell hozni a migrációt. De ez Mindenki hülye a, a Fidesz környékén? Igen. Hát, saját magukból csinálnak hülyét. Mi az, hogy a parlament balliberális többsége. Ezek megválasztott képviselők, elvtársak. Jó, Herik, három, három ö, téma volt, amivel tematizáltak. Az egyik ez a migráció, ezzel kezdődött talán. Akkor utána jött a, mi volt a következő, a, a nemváltás, meg a, a, a másság, az mikor jött, meg a béke. Igen, a háború béke. Ez a három kommunikációs panel van. És ugye ez, ez rájuk égett, ez a nem váltás, ez most nagyon rájuk égett a kegyelmi ügyjel, tehát ez most kerülik, mint a, mint a forró krumplit, és visszahozták ezt a, Azt is mondták, hogy háború párti baloldali a, a Magyar Péter, valami ilyesmit mondtak, tehát nem, nem, nem tudnak mit kezdeni ezzel a jelenséggel. Én sem nagyon tudok mit kezdeni a Magyar Péter jelenséggel, de én, én reménykedve nézem. Ők meg a magyar Péter. nézik. Ők meg Én még mindig nézzi. nem ismerem ki magam ezen a fickon. Számomra az első benyomás jó. Jó magyar mondatokkal beszél. Magyar neve van. A magyar neve van. A magyar magyar mondatokat mond, ami nem jellemző, úgy általában a politikusi galnitórára. Magyar. Normálisan néz ki. Most nézd meg a Rogán Tóni, egyszer csináltam vele a playboy interjút, és mondom neki... <laughs> Playboy-ba Igen, playboy a Rogánnal, hát, de nem, nem ő, de fényképezték egyébként. És mondom neki, mondom, ne haragudjon, egy, egy, egész napot veled töltöttem, mondom, ne haragudjon, de ránéz, magára nézek, hát hogy néz ki maga? és maga tette, ki? persze, mondom, ezzel a testalkattal meg fejjel, maga tette szóvá, hogy a Megyesi Péter öreg. Hát ma mindjárt kilaktak egyébként, hogy jött ki a medencéből a, megy, a megyesi Péter. Hát 60 évesen is olyan jó alakja volt, és ez a kis görcs, akkor hát, hogy... kigyúrta magát, nagyon rogán egyébként. De, Látta. akkor is, hát most egy meg is nőtt tőle, vagy a feje intelligens. Nem nő meg, de mindegy, de az, hogy mekkora, meg hogy milyen de az hogy nem néz, számít. De hogy néz ki? De az de Milyen hülye? Te, figyelj, Mi, én, nem, én, 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 téleg... milyen, milyen, tisztességtelen, nem hülye, mert nem hülye. Milyen tisztességtelen. Milyen hogy, milyen Hogy a megyesi Pétert Az, az igen. De, de figyelj, a után, hogy a havasni de mindig szeremes alandelomba, én nem mondom azt, hogy jobb képű vagyok, mint az Alandelon volt annak idején. Nem, mert ennyi tartás Itt van mindenki benne. Mindenki ingatja fejét a stúdióban, de Enrik, sokkal jobb képű vagy. Ennyi komolyan? Hát most hogy mondod? Egyébként már tudom az Ágnesot, mit röhög. Rőleg. Hát ő már látott téged kívülről. Figyelj, Alan Duran egyébként most még nagyon öregen is, úgy megy gondnokság alá az otthonba, még így is, így is, van benne a vonás. még És figyelj, a... Ezt, én, ezt, én, már szerintem tízszer elmondtam, úgy vagyok vele, mint te a, ö, saját történeteiddel, de, de szóval amikor, ott, a, amikor az Alan beszélgettél, akkor, akkor pontosan érezted azt, hogy ez a pali ez nem véletlenül világsztár. És azért az ember a mi szakmánkban találkozik elég sok világsztárral, de ő ezek közül is kiemelkedő volt. Tehát egészen különleges kisugárzású pasas. A Magyar Péter... És nekem nem tetszenek a férfi. A Magyar Péter egyik nagyon, nagyon kemény kijelentése az volt, hogy amikor a Diákhitel Központ vezetője volt, és nem írta alá a Balási gyula Egy darabig, aztán utána igen, aláírta. Igen, nem akarta aláírni, igen, de aztán rászólt a. Gyula szerződése, a Balási Gyula minden, minden szerződést. A Balási Gyula minden reklámszerződést a Balási Gyula cége visz és nem akart aláírni. Na figyelj. És utána jött a vizsgálat. Figyelj. Ellene. A közbeszerzési, nem tudom, milyen közbeszerzésekről szóló Értesi honlapról ő. vette le az Ágnes őtesi. a következőt. 29 PL szolgáltatásra uh, van pénz. Kommunikációs stratégia elkészítése, krízis kommunikációs stratégia kidolgozása, kommunikációs akciótervek, kommunikációs eszközök koncepciójának tervezése, szövegírás, kiadványokhoz, stb. Erre van, id és mond, kérlek szépen, 1 milliárd 133 millió forint. Mit gondolsz, melyik az a hatóság, amelyik ezt az 1, millió, 1 milliárd 133 milliót át fogja utalni a Balási Dulának. Ez bármelyik. Nem. De várjá, ez ez várjá. az integritás hivatal. Az, ott az integritás hivatalnak mi a dolga? Hogy fellépje minden olyan cselekmény ellen, ami, ami, ami lopásra utal. Tehát, hogy így lenyúlják. Saját maga Ez elége. az igen. És, kodek. és ki a Bahási Gyulának 1 milliárd 130 millió forintot? nem ezt, hiszem ezt el. Próbavásárlás, Heri. próbavásárlás. Ilyen, ilyen, ilyen csinálja a nav is. Integritás Elmennek a fogorvoshoz, ah, de számlát. Figyelj ide. Ez ugyanolyan, mint hogy a Polt Péter vizsgálja ki azt, hogy a legfőbb ügyészség jogszerűen működik -e. Ja. Hát most mit vársz? Egyébként Magyar Péterről egy fontos dolgot szeretnék mondani, hogy a múltkor szóba került, hogy volt három, edik, volt két beszéde, a, az első ugye a Partizán interjú, a bent volt a rangos katinál, és én azt mondtam, hogy, hogy nagyon slágfertig volt, Á, nagyon jó nekem nem csinál, volt tőle, már, már végighallgattam. És a, én, én, végighallgattam, mert én szorgalmas vagyok, és most láttam egy harmadikat a Szőlősi Györgyivel, és azt vettem rajta észre, hogy ingerült. Tehát már türelmetlen. Már, már nem szereti, ha kérdeznek tőle. De igen. Hát, de igen, tehát ez egy kezdő én is rá, nem, ez elég, nem jó, ez nem jó. Nekem egyszerre már az interjút megnézni, mert Nekem hm. nagyon jókat mondott. Mi nagyon, ja, nem a, ezzel. A, szőlési, a szőlési Györgyi kemény volt vele. Mondhattám azt, Mégis mire számított? Már a magyar Péter. Magyar Péter, igen. igen. Tehát azért úgy látszik, látszik az, hogy sokaknak nem tetszik az ő népszerűsége, de türelmetlen volt, és azt nem engedheti meg magának egy politikus, akkor sem, amikor már 10 éve hatalmon van. Tehát ezt az Orbán sem szokta megengedni magának, ő sem szokott türelmetlen lenni. Reggel, igen. reggel belehallgattam a rádióba, de csak éppen, hogy a kormányinfo volt. És valaki megkérdezi, nem valaki, azt mondom, a főnővér az ATV-ből. Főnővér? Hát én így hívom. főmunkatárs, de én főnővérnek hívtam. Hogy hívják? Ő szokott a kormányinfon kérdezni. Az, ja, az, az ja a, a, aki mat, a, a, volt egy jobboldali lapnál is korábban. Azt nem tudom, hogy tök mindegy. Megkérdezte, ja. hogy... Ildikó. Ne, ne. valamilyen Ildikó. Mindegy a főnövér. Megkérdezte, hogy mit rögsz hülye? Hát mindig így mondod, hogy a fő, én vagyok a főmunkatárs. Én meg főnövérnek hívtam. Na. csuha. csuha, csuha így van. okoslány. okos lány. És hát itt van a fél megkérdezte, benne. hogy 700 millió forintba kerül a felegyi repülőtér 80 a Tehát a, a tulajdon 80 tulajdon rész, 80 tulajdon rész szerez az állam 700 millió forintért. Milliárd, milliárd. milliárd. Na figyelj, azt mondja, március végén a költségvetési hiány 2321,4 milliárd forint volt. Ez azért érdekes, mert az idei évre, Orbán Viktor kormánya azt tervezte, hogy 3% alatt tartja a hiányt, aztán később fölemették ezt 4,5%-ra, és ez a 4,5%-tól, hogy mennyi? 2514 milliárd. Március végén már a hiány 2321 Igen, milliárd. 92 a az éves. Meg. Igen. Harry... Ez, figyelj, hogy ilyenkor nem Ilyenkor nem, nem kap a paraszt kaszára kapára. Nem érti a milliárdokat nem, sem. Nem Én sem értem. Nem. Én sem értem a milliárdokat sem. A milliókat értem. Én sem értem a milliárdokat sem. És akkor ezzel párhuzamosan ma volt kormányinfo. Ma kezdődött a kormányinfo. Mondom, Hol ezt ott a, a volt a Gulyás Gergely is és bejelentették, hogy 675, talán 675 milliárddal ö, csökkentik az idei beruházásokat, vagy 650 milliárddal, de ez a nagyságrend tehát 600 valahány milliárddal csökkentik a beruházásokat, és azt kiosztották a tárcák között, hogy kinek mennyivel kell csökkenteni. Nem mondta el a, ö, nem mondta el a kormány szóvívő sem. Senki nem mondta el, hogy pontosan miket állítanak, le majd eldöntik de hát ez pont az az összeg, amit most elvesznek a már elkezdett beruházásokból, amit most elköltenek a reptére. Tehát én azt teljesen megértem, hogy egy jó dolog, hogyha az országnak van egy saját reptere, vagy nem, mert szól mellette is ér meg ellene is, majd mond, mindjárt mondom, hogy mi szól ellene, de hát amikor ekkora bajban vagyunk, akkor talán az elkezdett uszadákat, elkezdett utakat kéne befejezni, mert romlik az állaguk, veszítünk azért, nem, kénytelen ki vagyok. kidobjuk ki a pályázatot. Kénytelen a... vagyok. Tegnap, nem tudom, nem a televízióban láttam egy, 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 apró kis részletet arról, hogy a M6-os, a, m M6 6 villányi elágazását átadják májusban. Tehát lesz nemzeti színű szalag, olló, államtitkár, nyilván ez a jóképű is vadász láttam. is ott lesz ez a Lázár. A párvörnyű. ez. És, és de hiányzik 9 kilométer. Tehát a szőlőben, egy szőlőskertben véget ér az autópálya. Nem 9 kilométerrel villány előtt van a leágazó, de hiányzik valahány kilométer. Nem, hát, ennyi, ennyi 9 hiányzik, kilométer, 9 kilométer, és most kertben 20 kilométert kell kerülni, hogy fölmenjek az autópályára a villányról, ból, ról, ból, ból, és a Lázár át fogja adni a szőlőskert végében véget érő autópályát szagasztani. Egyszerűen az hát, hát agyam, az agyam megáll. Az agyam megáll, ez tényleg ez az ország, rajtunk röhög a világ, tudod, a lombkolón a sétány, amiből hiányzik a, a lomb, és, és, és ezzel szerepelünk a New York Timesban, meg mindenütt. Hát rajtunk röhögnek, és ez a Lázár, kérlek szépen, tudod mit mondott? Az, nem, az Orbán Viktor mondta. Hát ezt nem akartam elhinni. Volt ez a Füriás Balázs nevű faszi, Igen? akit a Viktor elküldött a Nemzetközi Olimpiai Bizottságba, hogy ott mit keres ez az űrge, hát hogy néz ki, de mindegy. Hát de az... Hasz... Oh, oh, oh. Mindegy, de, hogy de, néz ki. De, de nem, hát nem, 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 a ritka eset. Nem szépségversenek küldték, az a Fási Ádám, az nem a Viktor, az az Ádám. Mindegy, a lényeg az, hogy a, az Orbán Viktor azt mondta a parlamentben, nem akartam elhinni, hogy milyen ki lesz a repülőtér, és akkor majd gondoskodunk róla, hogy összekössük Budapesttel. Igen. Igen. Én a annak a... idején először akkor üzenték meg a Fidesztől, hogy tönkretesznek és szétvernek, amikor először azt mondtam, hogy ez a füriás balázs nem köp reggel a, a borotválkozó tükrébe. Ő a budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos, és még mindig a 40-es évben épült bauxit, beton kétszer egysávos autóúton kell menni feli hegyre. Hát ilyen nincs. Se, nincs vonalt, összeköttetés. Nincs, semmi Ott A vasútállomásra pár De De, Harry, ilyen? Ne, de olyat sem éltem, Erik, hogy behívja, ez a Nagy, nagy Mártonnak hívják ezt a gazdaság. hogy behívja a MOL vezetőjét, hogy ledorongolja azért, hogy magas a benzinár. Jézus. Tehát előtte mit csinált ez a drága jó kormány? Ezzel a benzinár sapkával és azzal, hogy el lehetett a konkurenciát, olyan helyzetbe hozta a mol hogy azt csinál, amit akar. Ha, megszűnt a konkurenciája Molnak. Azt csinál, amit akar, ezért fent van az egekben az ár, és akkor most azt mondják nekik, hogy hatalmi szóval, hogy legyen olcsóbb a benzin. Hát ilyen a szocializmusban volt utoljára, de hát egy, egy, egy polgári társadalomban vagyunk, kapitalizmus van, hát ez agyrém, és ezért ilyen, most nagyon viszkék arra, hogy hogy 3,4% az infláció, vagy 3,6, nem tudom, hogy melyik mai adat, nem jegyeztem meg, na de hát basszus, a tavalyi 20-valahány százalékra rájön, tehát a, a, a nyugdíjak értéke minden annyit veszített az elmúlt években, és akkor még mindig romlik 3-4 százalékot, és a vérek ezzel nem tartanak lépést. Szóval a tragédia, amit csinálnak, újítják fel az autópályát a lőlőjék, akik konceszióban megkapták. Ilyen szarul szervezett munkát én még az életben nem láttam. Átvették a gépeket, kiszámoltam, miközben álltam a dugóban, hogyha a lőlő munkagépeket vettek volna, finisereket, meg, meg teherautókat, meg úthengereket, meg szállítójárművet, ami hozza az aszfaltot, akkor tudtak volna abból a 27 milliárdból lehet kapni ilyen finisert, ami tereti, teríti az aszfaltot, már, már 15-20 millió forintért használtan. De mondjuk egy új az lehet, hogy 50-100 millió az azt jelenti, hogy 270 ilyen 100 milliós gépet lehetett volna venni abból a jakból. Hát 270 ilyen géppel ez nem, ez nem, demagógia. Ez demagógia. De amúgy meg közgazdaságtan is, meg kilométerenként állhatna egy brigád, és nem állna ott az egész ország, nem pöfögne a benzin meg a gázolaj a levegőbe, nem szennyeznénk a környezetet, nem venné el az, az időnket, a munkaidőnket, és a, a lőlő meg hülyére kereshetné magát, mert fel tudná újítani egy pillanat alatt az egész országot, sokkal kevesebbek Kerülne, mint állandóan tódozgatni, fódozgatni, és akkor utána dolgozhatnak külföldön is. Demagógia, de 27 milliárd forint, amit egy 62 méteres jachtra költöttek, az a egész útkarbantartást megoldaná. Arról nem beszélve egyébként, hogy ez a jacht, ez nagyobb 50%-kal, mint amennyi a Beloyannis hajó volt, mert az csak 43%. Nem tudtad, volt. hogy a műsorunkat a Mondinelle rendszeresen leadja? Hála jó Istennek. Hát. Tőlem egyébként mindent átvesznek, én tartom ezt a szarházi mandinet. Tegnap, Ági, hogy hívták ezt a pasost, aki a mandinerből az új évi interjút csinálta? Ki? Kacso, utolsó, Kacso, utolsó Ez a csávó... Ki... A balentáncos is ott a mandinernél? Az, az is ott nem tudom, az a, az a szemafor, vagy szemafor? A <síns> másik. Megafon. Megafon, igen, igen. bocsánat. Na, utolsó, az utolsó az öröm móda nekem. Na mindegy. Mindegy, mondom, mondom. Mindegy, mindegy. mindegy. Na most miért keresem? Nem tudom, hogy a Mandiner szemlézi ezt a műsort, vagy ja, a Dániel. Ez az a csávó, aki csinált interjút, és kihagyta az Orbán Viktor életrajzából. Kihagyta az Orbán Viktor életrajzából, hogy a, a, liberális, liberális életre. egyik alelnöke volt. És ennek a pasasnak van pofája kamera előtt állni, van pofája azt mondani, hogy újságíró, hát én még ilyet nem értem. Na, viszont a Mandiner figyelmében ajánlom a következő történetet, ami nagyon tanulságos a Mandiner számára. 168 óra értekezlet. Azt mondja a Mester Ákos, annak idején, tehát így 80-as évek. 168 óra főszerkesztője. Igen, főszerkesztője volt. Azt mondja az Ákos, hát van egy kérés, nem tudom, beszéljük meg, a Mária József felhívott telefonon. Ő volt a gazdaságért felelős minister. miniszterelnök, helyett, miniszterelnök helyettes, igen. igen. Ő volt az, aki a Feregyi repülőtéren ott állt, és megkérdezte, hogy ki hova megy, állami alkalmazott. És aki nem tudta rendesen elmondani, külkereskedő, meg ilyen, vagy, hogy hova megy, az hazaküldte. Tényleg? Ezt megcsinálta a egy ez óriási azért. pazom volt, egy ilyen kis köztös, nagy nagy, 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 fasz volt. Nah, Már volt. Már jár. Jár. azt mondja a Mester Ákos, hát a Mária teljesen ki van akadva, mert nincs mosópor. És őt baszogatja a kádár, meg mindenki, hogy nincs mosópor, és ugye az a duma ment, ha nincs mosópor, és a nők nem tudják kimosni a féljük szaros gatyáját, akkor megint ellenforradalom lesz. És ez, ez egy ellenforradalmi helyzet, nincs mosópor. Ám, de van mosópor, mondtam a Jajaftás, csak impregnált papír nincs, amivel a dobozt kellene előállítani és az már nem hozzá tartozott, hozzá csak a mosoport tartozott. Az impregnált papír az valóban máshova. Az az ifari minisztérium gondolom, mert ők igen, ő igen, Ez meg import. És Marja Jelvtárs azt akarta, a mester hogy tisztázzuk ezt a kérdést, hogy, hogy nem azért nincs mosopor, mert nincs mosópor, hanem, nem az, az a kurva innen, papír, hát, papír, nincs. Igen. Na várjál. Én voltam a műsorvezető, azt mondja a Mester Lákos, kezd azzal, hogy bár szombat délután van, ugye már mindig szombaton négy órakor volt a 168 óra, teszünk egy kísérletet, nincs mosópor. Megkérdezzük Mária József, miniszterelnök helyettest, hogy miért nincs mosópor. Teszünk egy, felhívjuk a parlamentben, munkamániás ember, hát ha benn van a parlamentben nem vették fel. El, a mester beszólt a hasbeszélőn, akkor kell jönni a második anyag. Tehát lement a második anyag. De te próbáltad élőben felhívni? Persze, a persze, persze. Lement, lement, a következő anyag, az olyan 8-10 perc volt, és akkor megint el, eljátszottam a hülyét. Az, azt mondom, hogy a mandinnek ez, ez imádni fogják. És azt mondta, na, még egyszer megpróbáljuk. Hát, ha elcsípjük már Maria József miniszterelnök a parlamenti dolgozó szobájában, mert nincs mosópor. Ez az idióta Marjai felvett az, hogy a, na mi van már, itt várok magukra negyed órája. Na próbáljuk meg a marjai Azt mondja, végre már, hát már negyed órája várok magukra. Na, És akkor elmondta, hogy van mosópor, de nincs is mosópor, mert nincs papír a papír. Na. És akkor ezt most miért szereti a mandiner? Hát mert most elárultam, hogy ilyen előre megbeszélt interjút csináltam a Maria józsef Ez a, a másik, amit mondtál az előbb, megint elfelejtettem a nevüket, de ezeket nem hallgatom. Ki? Nem a Mandinár, hanem máshol, ahol a Bence van, a Apáti Bence a balettáncos... Semaport. <laughs> Meg <Megafon. gül> a Hogy panaszkodott az Apáti Bence, hogy a magyar Péter hívek letiltatták a Facebook oldalát, Szökké. és hogy ezzel őt milyen nagy kárértés. Ennek kapcsán valamelyik újság leírta, hogy csak az elmúlt 30 napban ennek az oldalnak, ennek az Apáti féle oldalnak a reklámozására 17,5 milliót költöttek el. Hát adó lehet, hogy egy lehet, lehet, hogy Lehet, hogy az Apáti nem tud róla. <laughs> Otthon kérdezte az apja meg az anyja, te mondd, Bence, ilyen sokan néznek téged? És akkor fölhívta a, 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 a Tónit, és azt mondta, Tóni, ilyen sokan néznek engem? Igen, az meg, de kurva sokba vagy. Egyébként a franc nézne. 17 millió. Ennyi. 17 millióból, hát az figyelj, hát. De miért nem, hát Minket miért nem? Miért nem reklámol? Ne, nem miért nem? A Szemafor fi... például ránk miért nem fordít? De figyelj, nekem adnának 500 ezeret havonta, én megnézném 100 szót. Tehát ha, kerülöm be, belehalok, ha belehalok, és megnézem. Ja, egyébként kint voltam a tüntetésen, mondtad a Magyar Péter tüntetésen, és a, pont akkor kellett eljönnöm, amikor a Magyar Péter sorra került, mert kellett mennem a következő közfeladatot ellátnom, és hát kellett vágnom magam a tömegen. Egyébként ezt újságíró is el, hogy az Ági elment ruhát venni a vörös és azt vette észre a barátnővel, hogy ők is demonstrálnak. De tüntet? Ha, tüntet? Ha ha a belekeveredett szerencsétlen lány, asszony, lány, lány, mindegy, legyen elmúlt, mindegy. De, de, tagadja, a 40-et mond. Hát nem néz ki rosszul az őt. De már három éve, mond 45 körülbelül. Meg kettő. Na, Nos, de szóval belekevere, én, a, tehát a, hogy folytassam. Te de a is mentél valamit tehát, venni? Nem, hát el kellett ilyen, de újságíróként is adsanak, hogy ilyen tüntetésen elmentem keresztbe, hogy lássam, hogy milyen sokan vannak. Tehát Aha. azért úgy fel lehet menni, de most mennem A Mandiner szerint 30-40 ezeren volt. <laughs> hát a lesül a pofámról a bőr mondani. Igen, nem mindegy nekik, hogy mennyit teljesen, mondanak. Teljesen. De ez ugyanaz a tér volt, ahova a haverunk a Grundig Rádió, Kálmán, a Philips, Rákvai, Philips Rákvai, a, igen, Adott, hogy két millió, millió Na most, 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 most figyelj, Elárulok neked egy énes, olyan áll. szakmai titkot, énes amiről énes. neked lövés Az biztos. Képzeld el, hogy én. Így, lövés <laughs> <Lővéset laughs> Na figyelj, elmagyarázták nekem, hogy hogyan kell megsacolni a nézők számát... négyzetméter négyszer. Nem arról van szó, amit mindenki tud, hogy egy négy emberrel kell számolni. Nem erről van szó, te szerencsétlen. A Megyeri úton például ö, ott foltokban, vannak emberek most, hát ugye a Málma vagy meg Fazekas Gölöbben, Dunajket, az emberek, uh -huh. hanem általam nem ismert afro, jó, figyelj, afroamerikaiak -amerikai. afro játszanak. Nekem igen. nem az elnevezéssel van bajom. Igen? Igen. És... Uh, úgy kell, úgy kell megsacolni a sportreporternek, hogy hányan vannak a lelátón Figyelj, hogy kiszi, kiel, keresel egy pontot, tehát például a, a, a világításnak a, 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 a talapzatát, így belenézel, megszámolod, hogy ebben a, ebben a körben hány embert látsz, érted? És utána így végignézed, és 10%-os elteléssel meg tudod mondani, hogy hányan vannak ez mindenütt igaz, kivéve a Felcsúti Akadémiánál. Ott 2800 hely van, mindig. de mindig 4000 vannak. Igen. Hmm. Egyébként azt meséltem neked, hogy mi lesz a sorsa, hogy már ha ezekkel takarodnak. Nem tudom, mi lesz a Há, sorsan. Megkérdeztem ott felcsúton egy járók előtt egy fiatal 30 év egy csávot, hogy mi lesz ezzel, ha ezek úgy, azt mondta, ez egy látványosság lesz. Ja, az igaz. Jegyjátszendő... Hát csak drága fenntartani, hát azért elég drága fenntartani. És csak... ott rohadjon meg, ahol van az a egész... Hát az... Ne, 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 Hányszor... ne, ne, ne. Hányszor... szép Hányszor fogod egyébként, ezt, szép egyébként. Hát az nem a... a... épület, biztos, hogy... Igen. Van. A... A, meg az egész komplexum, csak hát... Na, tehát mentem, a... tehát visszatérve, hogy kint voltam a tintet, és mentem így a tömegen keresztül, és le lehetett mérni, hogy, hogy van, tényleg van nézettség ennek a műsornak. Tehát, hogy minden ötvenedik ember hátba vágott. A mert komoly nézettsége van, csak nem. a Havasnél nem néz minket. Hát addig jó neked. Miért? Addig jó neked. Hát mert kapnál el. Mondhatok egy következőt? A mert... pénzügyminisztériumi... Ö... A korrupciós. Korrupciós. Na, korrupciós ezt ezt mondette, na jó. Hát én csak azt tudom mondani, hogy most lást Csodát sajtót kapott egy olyan korrupciós ügy, amit már korábban kiderítettek. Hogy... Azt hiszem, hogy 2022-ben kezdtek nyomozni. De az 150 a... ügyész, és nyomozom, én mondjak kell mindent helyetted Itt... Nem mondhatsz mindent helyetted. Na mondjad. Az a lényeg, hogy pályázatokat bíráltak el kedvezően, Igen. azért, hogyha kaptak valami kis támogatás cserébe, és ez egészen eljut a Varga minisztériumának a legfelsőbb szintjére, meg a Palkovics akkori minisztériumának a felső szintjére, és magas beosztású emberek is vannak benne, tehát osztályvezetők, főosztályhelyettes állam, helyettes államtitkár. Helyettes államtitkár. Most ami számomra a leg, legjobb pofárra. Tehát tehát, tényleg jó a Az első hat vádlott, tehát, akik ezt a Egy Korrupciós hálót működtették. Az első hat vádlott munkakörű leírásában benne van, hogy a nemzeti, nemzeti szintű csalás elleni stratégiát dolgozzák ki ők. Hát értél ilyet? Őt. Figyelj, hát ők is próbavásárlást csináltak. Hát ilyen nincs. Ilyen nincs, de ezt hol találtad? Mert ezt én sehol nem olvastam, csak a te e, Hát Nem én el. találtam, az Ági találtam meg a mindent. De hol ez? Magyar nemzet írás. Nem Ne neked? Szeretném tudni, hogy, hogy mit kell még nem olvasnom. Nem érdekes. A másik hogy mivel ő, már tudtak arról, hogy van ilyen lehallgatás, meg minden, ezért kódokat használtak. Tehát a helyettes Ez államtitkár, a, kéksz, a helyettes kéksz, államtitkár, szakál, akit egyébként Karsai Tamásnak hívják, ő volt a kék szakál vagy lisztes Krisztián. Hát de miért lisztes Krisztián? De, hát nem tudom, egy fradista. Jó, hát a kubatóvért nem tenném tűzbe a kezem, az orosz paliért se, mert borzasztó szájként, borzasztó, szóval de azért hogy hívták, a, hogy hívták, a Pest, mi a neve? Karsai Tamás. igen, Tamás. Azt igen. mondja, és volt a Budapesti Műszaki és Gazdaság Tudomány egykori kancellárja. Na ne. De. Ez az egyetem, egyetemi struktúraváltás eredményeként nevezték ki ezeket a kancellárok, kancellárokat. Nagy sikerrel. Te Jézus Mária. Igen. Szóval, na, 50 valány, még 50 valány vádlott van, de az első hat vádlott, akik ezt a korrupciós hálót működtették, annak a munkakörű Munkak. legjobb benne volt, hogy dolgozzanak a korrupció ellenes stratégiát. Ilyen az agyam meg. És akkor kiadták a Balázsi cégének, hogy Persze. hitesse ezt az egészet. Viszont itt van egy nagyon jó pofa, ami egy kicsit bulvárabb. Nem tudom, hogy egyik bulvárabb. Ez a visszaküldte a nagy a milyen Zoli aki a nagy, milyen Zoli, a, a, a Körmös, Körmös, Jákob Zoli, Jákob Zoli visszaküldte a Meklárennyét. Ja, a Mettlarennyét, a Mettlarennyét, a Mettlarennyét, de, de mindig sírán, mondod, hogy ez... ne foglalkozzak a, a, a küllemükkel, hogy a Rogán, hogy néz ki meg a pláne a... Beszéljünk a, a Meklárennyről. Nem, hát a... pont ezt akarom mondani. A Jákob Zoli hogy, valakint, De ez a Jákob Zoli, te Jézus, ő a nagy ő, hát hogy néz ki, te atya úristen. Hát mert te kiöregettél a szerepből. Hát te lennél, hát minden adásban te lennél. Ami azt jelenti, hát, hogy nem kértek rá fel. Hát még a múlt hét is, szerintem. Ha, ha minden, szóval ez azt a Jákob, azért megnézném, de, mennek de, járó azt megnézném, megnézném azt a nőt, a... aki hozzáhajlandó érni ehhez a palihoz. Hogy a Ferrari-t így megsimogatja, az rendben van, de a Jákob Zolinak a fejét így képzel, meg kéne simogatni egy nőnek. De képzeld el azt a retro nagyőt, ahol a Havas Herik lenne a nagyő, és az alsó bekerülési határ az 60-65 lenne. A Moszkva téren, téren volt egy rohadt nagy Molino annak idején, a Molnár Anikóval, akiről könyvet írtam. De a Molnár Anikó nem félne. Nevet, ne a... nevet nem mondok, de az egyik kollégánk úgy udvarolt a Molnár Anikónak, hogy rábeszélt, hogy szökjünk ki, ki a villából, és Annikó megjött, és a bocskor adott neki egy sluszkulcsot, és egy, egy, olyan Peugeot Cabrio-t adott első látásra, mint amit én vettem a havasnél a 25 évi házasság után. mondtam, hogy, mondtam, lehetett egy hogy... -e Peugeot, cél, az a CC, nem? Hogy igen, igen. egy ilyet megvenni? Na igen, nem mondtam. De mindegy. A bocskor, én vagy. bocskor úgy, Gábor ember. vagyok, és a kezében volt a sluszkulcs. Milyen jó. Tudom, én a havasnél... És utána együtt éltek hónapokig, nem? Igen. Hát, ez egy jó módszer. Hát, Te is vettél a havasnénak a 25. házassági évfordulótokra egy ilyen autót, és nem dobott még De ki. már nem ilyen jár, Volkswagen a hosszal jár. Igen, én ezt tudom. De azt is már régen vetted. Most hát neki már vehetnél egy 15 időba. éves. Igen, neki egy új autót. Már én most álljultam el. Kézzel, hm. egész nyáron nem látta olvasni az autóját, mert a Zsófika azon a át, el... Valahogy egész nyáron az a közlekedett. És képzeld el, azt mondja nekem a múltkor, Ja, most a BMW-vel BMW jár. Mindegy. a Zsófika. A BMW-vel jár. És azt mondta nekem a múltkor, hogy azért nem volt rossz, nem volt rossz a, a Nagyinak az autója. A Szlovéniából jöttünk haza, nagyon fáradtak voltunk, és, 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 és van egy barátja minden, a Kovács. Jó, hogy nem beszélhetsz a munkatáról. szépen azt mondta, hogy olyan idegesek voltak, hogy fáradtak voltak, hogy 160-nal repesztettek az autópályán a nagy autójával, 160-nal, a nagy 40-nél, egyébként az is szágoldozik, olvasni is. 40, Szá... nem. Ne. nem. Micsoda? A kisorosz után így jönnek, mennek az őzek, jó. A Havas családban a Havas hat behajtani tudóson megy keresztül, a Havas néz száguldozik az őzeken, az unokája pedig 160 nak Ne, el. az nem ő vezetett, és a Kovács a, vezetett. A Kovács, akinek nem mondjuk a nevét, de a Zsófiról sem szabad beszélni. Nem. Tímos. És akkor a nagyönél, akinek a külsejénél elakadtál megint, és a hírre nem került szó, szóval, hogy a McLarent visszaküldte egyébként egy ott színű McLaren volt. Tehát a, kék, ez egy nagyon zöld, menő autó Kék, 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 kék valami ilyen, 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 nagyon, nagyon furcsa Nem ilyen kék. Nem kék? Hát csúnyább szerintem. Viszont, mert még metális És van. azon hisztizett ez a, ez a jákor. A féknyereg nem ö, sárga színű volt, hanem fekete. Ezen a kék színű, egy sárga színű féknyereg, tehát az, az, is milyen ízléstelen. Hát, De nem ez sárga, a Budapesti előrének ez a színe a, a hát van, egy, egy, nemzet is, a ja, meg, meg azok is. De, az előre. De, de, mind cirkuszolt, hogy a, a kárpit fekete. Igen, plál, az plál. fekete, pedig neki világos. fehér kellett. Igen. igen, igen. most akkor addig jár a ferrari -val. Na, jól van, biztos nagyon fontos dolgok voltak, amiket nem beszéltünk meg, de hát a Mencer Tamást megbeszéltük mindannyian. Ja. Ja, azért ez a Mencer Hát öregem, ez az a faszi, aki tudod, keresztet állított, betonal, Tudom, ezt elmondtam, hát mondta, a De, én, az de egy én most, börtönválogatot... meg, de várjál, most megfeszítette magát. Igen, de ezekből egy börtönválogatottnak azért kiárnánk szurkolni, arra meccsre én is kimennék, hogy sokan lennének, amikor ezek fociznának. Az, a, az Moldova volt a börtönválogatott, ugye? Azt azért úgy megnézném. Na, ennek, ha előre, előre. Jövő héten azt szeretnék kérni a Henrik, hogy iratkozzanak fel Hova? A friss hírek, a friss hírek <laughs> podcast csatornára. Itt vagy. Iratkozó, nincs jobb dolgok, iratkozzanak. Ha, a jobb dolguk van, akkor sem. Ja, iratkozásra jutott a, hogy ma nem kellett nem. volna Borbélyhoz nem nyilatkozni. De... Ezt akartam már mondani neked. De... Ideje? Igen, nem. Tehát ez az egyik, hogy iratkozzanak fel, és a másik, hogy jövő héten pénteken 18 -szor. És nézzenek minket, hogy megint 100-2000 minimum. Hát remélem, hogy azért vasárnapig meglesz ez a 100. Csak hát feljebb kéne lépni már egy kicsit. Már, már mindenki megelőz minket ez a bence, vagy hívják, a balet a Makrai. <laughs> úgy, van, úgy van, Fülöp Viktor. <gül> <gül> ő volt a balettáncos. Ő, ő, egyébként egyszer táncolta a Spartakus, Fikto, Fülöp, Fülöp, mindenki. Viktor mindenki. is táncolta. is hát, táncolta. Meg a Róna Viktor is táncolta. Igen igen, 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 De egyébként az apát, én láttam, láttam ott ugrálni, a, a nagyon, nagyon harmonikus mozgása volt. Tehát a, a, a nekem kívülállónak ügyesnek tűnt. Ügyesnek tűnt, a, nem, -e tudom, nem tudom, nem tudom. Én nyilván te tudod, sokan nem tudják nekem, a klasszikus balett a hobbim. Még nem mondtad soha. 380 DVD-n van opera, opera és balett felvétel, csak a hatjuk taváról van 12. Egyébként, ja, Minden ez, ez egy hír lett filan. volna, várjál már, egy, ez egy hír lett volna, hogy ö, ö, mindegy, egy balettet be akarnak tiltani az állami operaházban, a, na, már becsukta. kedvencem egyébként. A papíron nincs. Mindegy. Nureyev. Ö, Nureyev. Ott van a papíron valamelyik biztos. Nurejev ö, uh, ö imádom nézni. Minden hónapban egyszer megnézem. De hát ennyire hülye nem lehet. Addig mesélj történetet, amit megtalálom. Hát amikor az évvel felvételiztem a rádió riporter stúdiójába, felvételiztem, mondták, hogy milyen diplomám van, mondom, nincs diplomám, mert a jogra felvételiztem, csak szóba berúgtam. Hát most a volánnál dolgozom a diagnosztika üzemvezetője. Igen, mondja csak. És akkor ezt elmeséltem, és akkor megkérdezte a Bölcs Pista bácsi, hogy és mi a kedvenc hobbija, és mondtam, hát Klassikus a balett. klasszikus balett. Megkérdeztem, mit látott legutóbb? És mondtam neki, hogy legutóbb a Cédrust látta seregi e, koreográfiája volt, Én és sem. most jön a lényeg. Mondtam, hogy olvastam a kritikákat, és teljesen ki vagyok akadva, Hidas Frigyes írt zenét a, 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 a koreográfiához, hogy eklektikus, hidas zenéje. És akkor a bácsi azt mondta, egyetértünk. A bölcspista egy nagyon ember volt. Nem meg, találom, meg, nincs nyomás. Nem tudom. Ja, Várjál már! Nem tudom, nem, nem, ő legközelebb elmondjuk. Jó, ők már, már bedobták a labdát. Mi, mi, ezt el kéne kapni, havas el tudja kapni, biztos. Ő kosárlabdázott. Így van. Nem össze. Ne. Majdnem leigazolt a <laughs> mafc.